Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én vagyok az öreg asszony, akit Edkának neveznek. Most a legújabban úgy hallottam, hogy milyen is vagyok? Olyan önimádó Vénci Pirtyó. Meg önimádó Vénc Piné. De hát gondolom, hogy azok nem igen tudják, hogy mit csinálok. Mert hogyha csak önmagamat imádnám, akkor azt hiszem, hogy nehezen jutnék el oda, hogy ennyi boldog szempár ragyogjon rám. És amitől nagyon boldog vagyok, és hogyha megjelenek valahol az emberek között, akkor azt látom, hogy a szeretet, a megértés és a boldogság érzet árad mindenkiből egymásra és rám. Csupa olyan emberek vannak mindig körülöttem, akik emberül gondolkodnak. És ezért tehát azt szoktam mondani, hogy Teremtőmtől nincs mit kérnem, többet kaptam, mint reméltem. Megköszönöm minden reggel, örömkönnyel, hálás szívvel, hogy szemem ismét kinyithatom, folytathatom feladatom. De most már azt vettem észre, rájöttem, hogy nem csak én vagyok ilyen szerencsés, hiszen akik oktatnak, azok ugyanezt, ezt az örömöt érzik, és ezt a szeretetet kapják mindenkitől. Tehát akkor most már így mondanám, Teremtőnktől nincs mit kérnünk. Többet kaptunk, mint reméltünk. Köszönjük meg minden reggel, örömkönnyel, hálás szívvel, szemünket ismét kinyithatjuk, és folytathatjuk feladatunk. Oktatókat nevelhetünk, csillagokat, kik emberi méltósággal csillagokat nevelnek. A jövőben a megértés, a szeretet ragyogja be földünket. Éljük létünket az időtlen örök létben, bármilyen emberi formában, ragyogjon belőlünk mindig a szeretet boldogsága. Boldogság érik a világ tetején, boldogság érik a világ tetején, a világ tetején, a világ tetején, a világ tetején, a világ leges tetején. Elbeszélgetsz a háziakkal. A nagymamának, hogy kell pörögni. Csabalott. Csabalott. Unom, piszakolónom betegségről beszélni, mert tudom, hogy ez csak az öntudatlan ember hozza létre magába. Ilyenről beszélni? A piszkes fenét érdekli a betegség. Ami most következik, az valamelyest összefügg egy olyan kedvelt témával, ami mindig színpadon is előfordul újra meg újra, a hosszú élet titkáról lesz szó. Szívét most zavarra jöttem a világa gerincfeldüléssel, meg nyitott hátgerincsel, de ez abszolút nem zavar. Most is megvan. Kérném szépen, a következő vendégünk, tulajdonképpen a keresztnevükön fogom őket bemutatni, Marika és Eta. Tessék befáradni. A Telefere című tévéműsor 1988-ból. Az idősebbik benkenővér, Eta, akkor volt 70 éves, most 90, de a 30-asok életét éli. Összehúz meg elérni, összehúz az izom meg elérni. A 90 éves Eta elismeri, hogy orvosnál járt, mert eltört az alkarja. Rossz felé sodródott a görkorcsolyával ugyanis. Ez 2 évvel ezelőtt történt. Azóta még egyszer kitörte a kezét, de már a nyomát sem lehet látni, annak sem. Benke Eta folyton tornázik, jógázik, speciális mozdulatokkal. Taszítasz, mint a kis csecsemő. Mondhat rólunk rosszat bárki, tudjuk érintségből teszi, senki meg nem bánhat minket, nem hagyjuk el a belsős minket. Ha ez a két pont, ez a legfelső és legalsó csigolya éppen súlyvonalban van, ha a legfelső és legalsó csigolya súlyvonalban van, akkor az a gerinc él. Minden reggel frissen, idén évvel, de teszem dolgom. Szeretettel semmi nem vesz szélkedvőm, tehetetlen rosta soha nem leszek. Én többet tudok, mert én régebben csinálom. És én már öregebb vagyok, és ahogy öregszünk, úgy fiatalodunk. Óriási. Van esélyem. Ezt a botot azért vásároltam, hogy az öröklött mozgás, amivel a világra jöttünk, hogy ha így letesszük, ugye,
akkor is, hogy ez bejöjjön könnyedén, ez a mozgás, amikor érzi az ember, hogy ahogy átbődőz a féltalkon, akkor meg a semlőre, és a fej finoman hátra mozgás. Hogy mindig bejön a keresztező mozgás, és ezzel még a csonterősítő mozgás is bejön. Nem érzem a fáradtságot, a kiszolgáltatottságot. Hiázva végzem feladatom, erőmet gyűjteni tudom. Levegünk mindent reményel, együtt a végtelenben. Eszembe jutott egy nagyon rövid és nagyon kedves történet, ami jó, hogyha meghalljátok, és aszerint éltek, mozogtok ezután. Hogy hogyan lehet úgy élni, hogy ne legyen haragosunk egyáltalán, és hogyan lehet nagyon gyorsan odajutni valamihez. Eddig kedves munkatársamtól tanultam, hallottam, hogy egy tréningen azt mondja az előadó az embereknek, hogy most egy kicsit maradjunk csendbe, és mindenki figyeljen önmagára, és gondoljon arra, hogy megbocsát a haragossának. Eltelik pár perc, megkérdezi az előadó, hogy na, ki bocsátott meg a haragossának. Mindenki fölnyújtja a kezét, csak egy olyan 98 éves menyecske az nem. Azt mondja az előadó neki, de hát asszonyom, hát ön nem bocsátott meg a haragosság. Azt mondja a menyecske, nekem nincsen haragosom. Nincsen. Hát hogy lehet úgy élni? Ilyen már majdnem 100 éves, és még mindig nincs egy haragos. Hát hogy lehet így élni? Ugyan jöjjön ki, és mondjam már el a közösségnek. Kitotyog a menyecske. Angyali arckifejezéssel kijelenti, hogy túléltem a rohadékokat. Az ellen, hogy én nem úgy mondtam, hogy Évike mondta, hogy én mi vagyok, nem csak a kezdet, hanem a piszkozat. Hogy az első konstrukció mindig csak a piszkozat. Mindig azt mondjuk, mi is, ha leírjuk először valamit, ez csak a piszkozat. Tehát én még csak a piszkozat vagyok. A utókornak, ha azt mondja valaki, ilyen akar lenni, mint én, mondom, ne. Az utókornak fejlettebbnek kell lenni. Mindannyian összetartozunk, ez a hatalmas egyetlen erőtenger, ami körülvesz minket, ez mozgat minden látható anyagot. A testünket is. És bennünk ebből van egy kicsi rész. És addig mozdul ez a test, még mi benne vagyunk. És hányszor mondják be naponta, hogy ennyi meg ennyi ember veszítette el az életét. Az életünket nem lehet elveszíteni. Csak a testünket. De a test addig mozog, míg benne vagyunk. És az örök élet bennünk van. Szerest a váltakozó évszakokat. Szeresd a hervadó virágokat. Az éledő bimbókat. Szeresd a kórókat. Szeresd a virágzó bokrokat. Szeresd a természetet, szeresd az embert, szeresd a gyermekeket, szeresd a felnőtteket. Tudd, hogy boldogulni csak együtt lehet.